A Jászberényi Röplabda Klub felnőtt csapata Deme Gábor edző vezetésével már augusztusban megkezdte a felkészülést az idei szezonra 18 fővel. A csapat hasonlóan az előző idényhez nagyon fiatal játékosokból áll, hiszen csak 4-en töltötték be 18. életévüket. Új játékos nem igazoltak, hanem az utánpótlás keretből töltötték fel a létszámot. Hoztunk fel fiatal játékosokat, közülük nagyon tehetségesek vannak, van olyan játékos, aki válogatott szintű adottságokkal rendelkezik, reméljük, hogy ez beteljesül. Az NB1-es csapatok létszámát ez évben felemelték, ami a kiesés szempontjából mindenképpen előnyösnek számít, főleg a gyengébb csapatok számára. Hiszen csak az utolsó, azaz a 12. helyezettnek kell játszani egy osztályozó mérkőzést az NB2 bajnokával. A szövetség az extraligában szereplő csapatok fiatal játékosainak is lehetőséget adott az NB1-es szereplésre. Az Újpest, a Balatonfüred, a Vasas, a Békés Csaba elindította ezt a korosztályt, tehát ott is fiatal játékosok lesznek, én ezt nagyon-nagyon pártolom. Igazából még azt pártolnám, hogyha ebbe a NB1-ben nem is játszhatnak külföldi, sajnos még vannak külföldiek, szerintem a következő lépésnek annak kell lenni, és akkor ezek a játékosok terepet kapnak arra, hogy az extraligába megedződjenek. Kovács Dorka az előző idényben a csapat meghatározó játékosa volt a feladó poszton. Így természetes, hogy továbbra is a Jászberényi színekben fog szerepelni. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy én ide igazoltam, és folytatjuk tovább a felkészülést a lányokkal, egész jól haladunk. Van rajtam kívül még három feladó lányunk, és biztos vagyok benne, hogy ők is tudják teljesíteni azt, amit kell a pályán neki. Mind az edző, mind a feladó abban bízik, hogy fiatal csapatok a bajnokság során ki tudja harcolni az NB1-ben való maradásukat. Amióta elkezdtük ezt a koncepciót, hogy nincsen fizetett játékosunk is, és nincsen külföldi, mindig az a cél, hogy bennmaradjunk. Nyilván az lenne a jó, ha minél jobb helyen végeznénk, de az a cél, hogy az a sok játékos, aki jön föl, az játék lehetőséget kapjon. Maradjunk bent az NB1-be, az mindenféleképpen, és ugye most vannak az új fiók csapatok. Reméljük, hogy velük is fel tudjuk venni ugye a kesztyűt, mert ők az extra ligából is hoznak le játékosokat. Úgyhogy ezzel reménykedem, hogy ővelük is fel tudjuk venni a harcot. Dorkáiknak már az első játéknapon fel kell venni a harcot az elitbajnokságban pallírozódó fiatalokkal, hiszen október 16-án az Újpest vendégei lesznek.